1-én életbe lépett, azaz tegnap életbe lépett új nemzeti köznevelést és felsőoktatást szabályozó törvények közül az első kiemelt hangsúlyt helyez az egész ember nevelésére, az erkölcsi, az értelmi és most már a testi fejlesztésre egyaránt. Hadd idézzem a Juvenalisztól származó szállóigét. Imádkozzunk azért, hogy épp lélek legyen épp testben. Ő akkor a rómaiak erkölcsi, fizikai és lelki hanyatlását látva összeomlástól féltette a birodalmat. Szavai ma is figyelmeztető jelű szolgálnak. Az erőtlen, eltunyult testben nehezen marad meg egészséges a lélek. A beteg lélek pedig nagy veszély az országra, mert nem tudja betölteni eredeti küldetését, a minősített egyéni és közösségi életet. Mi augusztus elején ajándékba kaptunk 17 érmet olyan magyar sportolóktól, akik élő példái a tehetségnek, a kitartásnak, az akaraterőnek, annak, hogy miképp lehet magasztos értelmet adni a sikernek, de annak is, hogy hogyan kell elviselni a fájdalmat és alkalmasint a kudarcot. Köszönet értük! Kedves diákok! Ti persze nem lehettek mindnyájan olimpiai bajnokok, ám kitüntetettjei lehettek az alapvető emberi erényeknek, az épp léleknek, a szorgalomnak, a tudni akarásnak, az önfejlesztésnek, a jellemerőnek, az áldozatkészségnek, a becsületnek, a család és hazaszeretetnek. E cél eléréséhez nyújt majd támaszt az új törvény és az ott szabályozott heti 5-es nevelés óra is. Igen, minden nap sportolni, mozogni kell, hogy éppek maradjatok, és képesek legyetek majd megvalósítani álmotokat mások a közösség javára is. Irányítsuk most a figyelmünket arra a kérdésre, miért volt szükség az új törvényekre. Azért, mert a hosszú évek óta foldozgatott régi csak kullogni tudott a társadalomban végbe menő változások után, s alapfelfogása mindössze arra tette alkalmassá, hogy fegyelem, rend, követelmények híján túlélje egyik tanév a másikat. Mindenki megsínlette ezt az állapotot, diák, tanár, szülő egyaránt. Mi azt akarjuk elérni, hogy az új köznevelési rendszer hatékonyan egyengesse nemzeti közösségünk, és benne minden egyes fiatal szárnyalásának útját. Hogy olyan Magyarország formálódását alapozza meg, amelyben kiegyensúlyozott dolgos emberek sokasága a képességeit, tudását úgy fordítja önmaga boldogulására, hogy az egyúttal a kisebb és nagyobb közösség, a család, a nemzet felemelkedését is szolgálja. Mert jól érezheti-e magát az ember, ha annyi bajt, hiányt, nyomorúságot tapasztal maga körül, alig ha. Ezért hát mindenkinek, aki most az új tanévet megkezdi, történelmi küldetése, hogy az áhított megújulást is szolgálja. Ma itt a ciszterci rend 325 éves Nagy Lajos gimnáziumában vagyunk. Hadd idézzem hát a fentiek gyönyörű képes megfogalmazását, a ciszterci rend elmondatát, Ardere et Lucere, azaz lángolj és világíts. Lángolj, légy olyan ember, aki bármilyen szerény vagy köznapi munkát végez, és egyszerűen csak szeret a szüleit, a testvérét, a társát, a faluját, a focit, az irodalmat, iskoláját, népét, hazáját, egyházát, és így tovább, azt teljes odaadással, Uram, bocsá, lángoló lelkesedéssel tegye. És világíts, a példád, a lelked, a tudásod, a jellemed legyen olyan, hogy oszoljon körülötted a sötétség. Tisztelt kollégák, szeretett tanártársaim! Jól emlékszem, milyen szorongással fogadta magam is minden változást, ami egy-egy új iskola évet bevezetett. Mert az intézkedések és előírások következményeinek a kiszámíthatatlansága beárnyékolta a szívünket és az eszünket. Vajon mit kell már megint tőlünk idegen módon, másként, többet és ingyen csinálnunk? Az új köznevelési törvény nagy változásokat hoz, de nem egyszerre, és nem az önök kizsákmányolásával.
mert hiszen a nemzeti alaptanterv, amely a hazai és az egyetemes műveltség alapjait foglalja tananyagba, csak a következő év szeptember 1-től lesz esedékes, amint a pedagógusok és az őket segítők bérének a rendezése is. Azaz vége az ingyen munkának. A pedagógus életpálya modell életbelépése óriási fordulatot idéz majd elő az iskolák és a tanítórend életében. Olyan pedagógusokat hív majd egy gyönyörű hivatásra, akikre jellemzőek lesznek ismét egy csíkszeredai gimnazista itt idézett szavai. A jó tanár már az ajtóban, szavak nélkül kivívja magának a tiszteletet. Tartása van, megjelenése és tekintélyt parancsoló kisugárzása. Igen, sok-sok ilyen tanító emberre van szüksége Magyarországnak. Ez a mostani tanév a felkészülés éve lesz, az iskolák állami átvétele, az önkormányzattal kötendő szerződések januártól hoznak változást. A szakszolgálatokkal kapcsolatos jogszabályok és a 16 éves korig érvényes tankötelezettség szintén jövő ilyenkor lép életbe, és akkortól lesznek nyitva az iskolák legalább délután 4-ig. Kedves kollégák, nem hiszem, hogy lenne valaki önök közül, aki a tantervekkel való alapos megismerkedést plusz munkának tekinteni. A dokumentumok a ránk váró alkotó szellemi munka alapját jelentik, ugyanis a biztos fogódzót, a szakszerű és értelmes pedagógiai bédekkel. A 2012-13-as tanév áll rendelkezésünkre ahhoz is, hogy a magyar közoktatási rendszer példátlan hiányosságát megszüntetve kipróbáljuk és tökéletesítsük a tanfelügyelet új rendszerét. A program kidolgozása folyamatban van. Persze vannak és lesznek, akik sohaj felhőkkel próbálják beborítani az eget, hogy milyen borzasztó ez a sok kötöttség, már az osztályban is ellenőrök settenkednek, milyen képtelenség vasalvertet tanítani, hogy honvédelmi ismeretekkel, meg hazaszeretettel tömjük a gyerekek fejét, és egyáltalán hol a szabadság? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi a kiszámítható, rendezett szabadságra, a rendet szülő szabadságra, a bizalomra és a szakértelemre épülő iskolákat ígérjük az új köznevelési törvény segítségével. Itt most egyháziskolában vagyunk, ahol az évezredes múlt, a mindig küzdelmes jelen és az egyetlen biztos jövendő ugyanúgy örökérvényű, mint a folyton változó változatlan, mert nem ember alkotta értékrend. Ám az ember is hozzátette és hozzáteszi a maga megélt és helyesnek bizonyuló tapasztalatát ahhoz a belénk oltott parancsolathoz, amelynek a lényege a szeretet, az okos szeretet. Ez a keresztény pedagógia változhatatlan alapértéke. Kedves barátaim, az új tanév a felsőoktatásban is komoly változásokat hoz, illetve készít majd elő. Vállalt feladatunkat időarányosan teljesítve, itt is előkészítettük azokat a lépéseket, amelyek elvezetnek majd egy észszerű szerkezettel bíró, a hallgatók felelősségteljes pályaválasztását és kemény tanulását feltételező, a gyorsuló nemzetközi versenyben helytálló korszerű felsőoktatási rendszer megerősödéséhez. Kívánok kedves mindannyiunknak eredményes, békés munkát, sok örömöt és szeretetteljes együttlétet az osztályteremben, a tanáriban, az iskolaudvaron, a Kárpát-medencei kirándulásokon, a kulturális programokon, a sport és egyéb versenyeken, és mindenütt, ahová a diákokkal együtt visz az útjuk. Jó utat kívánok! Köszönöm államtitkár asszony tanévnyitó gondolatait, most pedig idézzük meg a költőt, Kosztolányi Dezsőt, akinek az Ének a fiatalokról című versét mondja el a gimnázium 11. évfolyamos